A hagyományos megemlékezés a himnusz hangjaival és Kovács Karina szavalatával kezdődött, akinek tolmácsolásában Petőfi Sándor Palota és Kunyhó című verse hangzott el. Az emlékbeszédet ezúttal dr. Székely Gábor kormányfőtanácsos, az Emberi Erőforrások Minisztériuma múzeumi főosztályának munkatársa mondta. A rendezvény rangját jelzi, hogy a magyar szellemi élet kiemelkedő személyiségei vettek részt rajta, köztük a korán elhunyt kiváló irodalomtörténész Kerényi Ferenc. Kiskörös mindezzel elébe ment a kulturális kormányzat törekvéseinek, melynek lényege, hogy értékeink minél szélesebb körhöz jussanak el, váljanak ismerté és megbecsülté, kulturális örökségünk, hagyományaink minél többek számára váljanak átélhetővé. Ezáltal cselekvő közösségek épülnek, és az örökérvényű értékek a helyi identitás szerves részévé válnak, ahogy Petőfi Kiskörösön. Ezt követően Domonyi László polgármester lépett a mikrofonhoz, aki a költő mellett az immár 23. alkalommal megrendezett Petőfi szilvesztert és a kiskörösi Petőfi kultuszt is méltatta, kiemelve a szülőház megóvásáért és megőrzéséért tett lépéseket. Valódi csoda az is, hogy áll még ez a nádfeledes kis hajlék. Átléphetjük azt a küszöböt, amin Petrovicsék jártak be a házba, megérinthetjük azokat a falakat, amelyek meleget adtak a család számára, megfoghatjuk azt az ágyat, amiben a gyermek megszületett. Ha a szülőházra gondolok, eszembe jut az a sok munka és fejlesztés, ami mind az a fontos cél szolgálta, hogy amennyire lehet megnöveljük a szülőház élettartamát. Prózaian hangzik, de az aláfalazás, a nádtető cseréje, a padlófűtés megvalósítása, a páramentesítés mind-mind ide kapcsolódik, és nagy jelentőséggel bír. Városunk első emberének serleges fogadalomtétele ezúttal is a múzeum és a Petőfi kultusz javára hangzott el. 1998. december 21-én kelt az az okirat, mely szerint Kiskörös város mindenkori polgármestere serleges fogadalmat tesz, és teljesítéséről egy év múlva be is számol. Egy évvel ezelőtt, 2018 szilveszterén azt fogadtam, hogy a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum közel 600 darabból álló kortárs képzőművészeti gyűjteményéből elegáns katalógust jelentetünk meg az Országos Petőfi Sándor Társasággal, a Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvánnyal és a múzeummal közösen. Örömmel tudatom, hogy a katalógus elkészült, a délután folyamán bemutattuk, a művészek személyesen is átvehették tek belőle egy-egy példányt. 2019 szilveszterén azt fogadom, hogy felújítjuk a múzeum és a műemlék járdáját, és megoldjuk az esővíz elvezetését az épület falazatának megóvása érdekében. Végül Jókai gondolataival kívánt boldog új esztendőt a jelenlévőknek. Isten keze takarja be minden vétek elől, s vezessen küszöbödre minden boldogságot. Petőfi szülő hajléka alatt múló szava legyen a fájdalomnak, tartós az örömnek, futó vendég legyen benne a baj, rendes szálló az áldás. Az önök hajlékára, családjára is ugyanezeket a szép gondolatokat kívánom. Isten keze önöket is takarja be minden vétek elől, vezessen küszöbükre minden boldogságot. Az eseményt koszorúzás zárta.